Szevasztok, ez itt a Game Day iroda, terítéken a Papers, Please. Mondtam már párszor, de ha helye van, akkor ismétlem magam. Akármennyit beszélhetek, akármilyen hosszan és részletesen sorolhatom a tudnivalókat, csak akkor lehet megérteni ezt a játékot, ha kipróbálod. Röviden összefoglalva, a Papers, Please egy határőr szimulátor. Nem röviden viszont maga a való élet, legalábbis annak egy bizonyos szelete. Egy fiktív kommunista országban élünk. A sztori azzal kezdődik, hogy a munkalottón kisorsolják a nevünket, és kapunk egy határőrmelót. Érted? Random kisorsolják a nevet, beosztanak egy akármilyen munkára, és költözd a családoddal oda, ahová mondják. Esküszöm, éreztem a levegőben, hogy hálát kéne adnom az nagy hatalmon lévő pártnak, hogy van munka. Igazi kommunista tempó. Még el sem kezdődött a játék, a hangulat már megvan. Innentől minden napunk abból áll, hogy a hírekhez és utasításokhoz tartva magunkat engedjük, illetve ne engedjük be az embereket az országba. Ahogy telnek a napok, egyre több eszközünk van vizsgálódni, de ezzel párhuzamosan egyre több dologra kell odafigyelni. Lejárt az útlevél? Nem hasonlít a kép az emberre? Nem egyezik az útlevél száma a belépési okmány számával? Esetleg elgépelték valamelyik okmányon a nevet? Nőnek néz ki? Férfiként szerepel az útlevélben? A neve pedig olyan, hogy akár bármelyik lehet. Olyan országból jön, ahonnan terrorista támadásra lehet számítani, ezért kötelező a teljes átvizsgálás. Ezek kombinációi várnak ránk, és hogy hagyjak meglepetést, természetesen nem soroltam fel mindent. Van még variáció bőven. Az alapján fizetnek ki, hogy hány embert vizsgálsz meg, szóval törekedni kell a gyorsaságra, viszont a hibáid alapján büntetnek. A pénz pedig elég fontos a játékban. Minden nap végén jön a levonás. Lakásbérletre, kajára, fűtésre. És bizony, elég rossz érzés, ha valamire nem jut. Néhány fűtés vagy kajamentes nap, és már is megbetegszik valaki a családból, aztán már gyógyszerre is kell gyűjteni. A Papers, Please valami hihetetlen jól képezi le a valóságot. Folyamatosan egy passzív lelki nyomás alatt vagy, ami jön az alapfelállásból, a kommunista millióból, a rajtunk lévő felelősségből és a monoton, robotszerű munkából. Semmi másból nem áll a játék, csak abból, amit a videó eleje óta mutatok. De amilyen egyszerűnek néz ki, annyira élvezetes. Van egy munkaasztalunk, bejön az ember, adja az iratokat, mi pedig ellenőrzünk, kérdezünk, nyomozunk, kivizsgálunk. Egy sima, egyszerű point and click, de valami elképesztően izgalmas. Főleg azért, mert ahogy telnek a napok, egyre több dologgal kell foglalkoznunk, és egy idő után ugyanúgy nem férünk el rendesen a virtuális asztalunkon, ahogy egy igazin se. Én például bármilyen asztalt tele tudok pakolni 3 nap alatt. És akkor jöhet a papírok egymásra rakosgatása, egymás alól előhúzása, információs könyv lapozgatása, pecsét ellenőrzés, stb. És mindezekre rárakódik a morális próbatétel, azaz hogyan viselkedsz a különböző szituációban. Bűnözőnek néz ki, nem engednéd be, de a papírjai rendben vannak. Vagy hiányzik egy okmány, de könyörögve kér, hogy engedd be, mert műtétre van szüksége, különben meghal. Vagy próbál megvesztegetni, és nem tudod, hogy elfogad-e vagy ne. Vagy ha hamisak a papírjai, akkor csak simán elküldöd, vagy le is csukatod. Sok-sok izgalmas helyzet, ami mindenkinek egyéni élménnyé teszi a játékot. A Papers, Please, amilyen egyszerű, annyira nagyszerű. Minden kollégának ajánlom. Kész.